Sikeres, céltudatos politikust alakít a Parti című darabban Hegyi Barbara. A szélsőséges helyzetekkel teli fekete komédia középpontjában egy baráti összejövetel áll. Ezen ünnepelné meg Janet, a darab főszereplője, hogy hosszú évek kemény munkájának köszönhetően egészségügyi miniszterré választották. A konyhában is tüsténkedő háziasszony feje felett azonban összecsapnak a hullámok. Vígjátékot játszani egy nagyszerű dolog, mert nagyon jó egyrészt élvezni, hogy a közönség ezt mennyire szereti, másrészt nem hiszem, hogy egyébként lenne különbség játékban vagy színészi jelenlétben, hiszen a vígjáték az pontosan ugyanolyan komolyan játszuk, inkább a szituációk adják az előadás humorát, de attól ez még véresen komoly. Janet férjét, Billt, Lukács Sándor alakítja, aki valamiért gyakran néz a boros palack fenekére. Hát ez egy furcsa pasas. Ez egy furcsa pasas. Talán az a legizgalmasabb a szerepben, hogy az egész, a darab végéig nem derül ki, hogy ez az állapot, amiben ő létezik, leledzik. Az igazi-e, őszinte vagy megjátszás? És ez ad egy ilyen furcsa lelki billegést az egésznek, a közönség számára sem derül ki igazán, hogy most ő csak eljátsza, hogy halálos beteg, vagy tényleg az. Janet nagyszájú barátnőjét Kovács Patrícia alakítja. Egy nagyon, nagyon igazságos, nagyon pikírt, kellemetlen nő, aki mindig mindent kimond egyébként, amit gondol, és ez rendkívül kellemetlen sokszor a környezetének. De valamilyen értelemben egy példakép, hogy ő tényleg nem válogatja meg a szavait, hanem amit gondol, azt így közli. Nagyon jó volt ezt a szerepet csinálni, mert nagyon ellentmondásos, de nagyon érdekes humora van, úgyhogy egy jó kaland volt vele foglalkoznom. 2017-ben a Vendégek címmel mutatták be az angol forgatókönyvíró Sally Potter filmjét, melyből maga a szerző írt színdarabot. A Parti című előadást ezt követően számos európai színházban bemutatták. Magyarországon először a Vígszínház Pesti Színháza tűzte műsorra tavaly decemberben.